Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Női Szeszély Költészet napi kiadásában. Ha nagyon röviden szeretnénk a mai műsor tartalmát összefoglalni, akkor talán a legtalálóbb a Dzsida Jenő életrajzából származó mondat volna. Hiszek a nőben, a versben, a szépség és jóság missziójában. Ez itt ugyanis ma három nő és a költészet találkozása, mert mindannyian, akik itt ülünk, hiszünk a versek erejében és az általuk közvetített érzésekben, értékekben. Ma József Attila születésnapján kedvenc versekkel, verses kötetekkel, költők emlékének felelevenítésével hajtunk fejet a költészet előtt, ugyanakkor a változó kultúra realitását sem kerüljük meg kérdéseinkkel. Szükségünk van-e ma költészetre, vagy divatja múltal ír a világa? Hogyan kísérik a konyhai sürgésforgás, bevásárlás, gyerekekkel való foglalkozást a versek? Ahogyan azt már sejtetni engedtem, három nővel beszélgetek ma. Vendégem Vékhofer Erna, a Kolozsvári Gaudeamus könyvesbolt üzletvezetője, Csutak Réka, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művésze, és Rácz Melinda, a Kolozsvári Református Kollégium magyar szakos tanárnője. Én akkor azt is mondanám, hogy ugorjunk a közepébe, és beszélgessünk elsősorban arról, hogy ti hogy látjátok ma a költészet helyzetét. Sokan mondják azt, hogy hanyatlóban van a költészet, vagy legalábbis nagyon átalakulóban. Ti hogyan tapasztaljátok ezt a munkátokban is? Lehet, hogy először Melindához fordulok. Ugye te magyar szakos tanárnőként átéled a generációk állandó változását, és azt, hogy másképp kell a verseket közvetíteni. Igen, hát tényleg változások vannak, de én azt mondom, hogy a szép iránt a gyerek mindig fogékony, úgyhogy nagyon sok múlik a tanáron, és nagyon sok minden múlik a családon, ahonnan jön, tehát hogy mire szocializálják, hogy olvasnak-e verset. De az biztos, hogy a tanárnak a presztízse, ami régebb úgy magától megadatott, azért most keményen meg kell harcolni. Kevésbé érdeklődnek ma a gyerekek a versében? Tehát, hogy ez azért kifejezetten érzékelhető, meg nehéznek tartják, meg elvontnak, és nehéz oda édesgetni őket. Persze vannak kivételek, mert általánosítani soha nem szabad, tehát vannak gyerekek, akik úgy jönnek, hogy de én annyira szeretem a verseket, de hogy azért belőlük vannak kevesebben, és hát ugye az a célunk, legalábbis nekem föltétlenül, hogy végül szinte mindannyian vigyenek magukkal verseket és a versek szeretetét. Réka, kevesebb-e a verses előadóest manapság, mint 20 évvel ezelőtt? Kevésbé érdeklődnek-e a nézők a versek iránt? Én úgy érzem, hogy a nézők érdeklődnek, viszont kevesebb a versműsor. Ez nagyon furcsa, mert ezelőtt 20, igaz, hogy akkor egészen más súlya volt a versműsoroknak. Sokszor sorok között kellett olvasni, tehát mást közvetített az embernek. De konkrétan van két, egy Adi estje a férjemnek, Bogdán Zsoltnak, amit Sztudiszki István válogatta a szövegeket, Adi szövegeket, és azt tapasztalja, hogy nagyon örvendenek a nézők. Tehát nagyon boldogok, hogy van egy ilyen műsor, és bombáznak, hogy mikor lesz a következő előadás. Ugyanígy volt a Dzsida estel is. És olyan helyeken jártunk, ahol öreg néni, ha jól emlékszem, Baróton történt, nem akart megmozdulni, vége volt a műsornak, nem akart megmozdulni az első sorban, és annyit mondott, tessék megengedni, hogy én még egy kicsit elüldögéljek. Én hanyatlónak nem látom a költészetet, és általában a verseket és a verses köteteket. Talán annyit jegyeznék meg, hogy ezelőtt 15-20-30 évvel kiváltság volt, hogyha valakinek megjelent egy verses kötete, és egy bizonyos színvonalat tükrözött. Nem azt akarom mondani, félreértés ne essék, hogy ma ez nincs így, csak annyira széles a paletta, és ma már akárki, aki verseket ír, megteheti azt, hogy kiadja és a közönség elé tárja a költeményeit, hogy azért tűnik nekünk úgy, hogy kevesebbet olvasunk, mert ez nem mérhető szerintem. Legalábbis mi ezt már nagyon kevéssé tudjuk mérni. Széles a paletten, nagyon nagy az ajánlat, és valahogy úgy eloszlanak az olvasók. Tehát mindenki bemehet, leveheti azt a könyvet a polcról, amelyiket szereti, vagy megkeresheti az interneten, és szerintem ezért tűnik úgy, hogy kevésbé olvasunk verset, vagy kevésbé fontos ez az életünkben.
Szükségünk van-e költészetre? Mit adhat nekünk a költészet? Erre a válasz egyértelműen igen, és hogy hát gyakorlatilag mindent adhat. A létünk megsokszorozásának a lehetőségét, az önértésünket, önismeretünket, értékrendet, szépséget. Tehát igazán sorolni is nehéz lenne, meg hogy én mindig a 9-ben tartok egy ilyen bevezető fejezetet, hogy ugye akkor ismerkednek igazán mélyebben az irodalom, hogy mire való az irodalom. És akkor úgy próbálunk rá választani, hát rengeteg féle választ lehet erre adni, de van Rilkének egy nagyon érdekes és nagyon szép verse, ami maga is egy műalkotásról szól, tehát ez az archaikus Apolló torzó, és annak az a befejezés, az utolsó mondat, hogy változtasd, megélted. Tehát, hogy az irodalom és a művészet, és természetesen a vers erre is megtanít. Azt hiszem számomra, hogy kell-e a költészet. Igazából ezt a kérdést eszembe nem jutna feltenni, mert azt kérdezem, hogy kell-e a levegő, vagy kell-e a napi eledel, vagy egy pohár víz. Tehát ennyire természetes is lehet egy ember számára a költészet. És azt hiszem, hogy haza is beszéljek, olyan, mint a színház, hogy nem fog ez meghalni soha. És Márquez által idézett egy latin-amerikai Aragón költőt idéznék, aki azt mondta, hogy az emberiség létezésének az egyetlen bizonyítéka a költészet. Ez már valóságos árszpoétika szerintem. Igen, igen. Tartozom egy vallomással a kedves nézőknek. Én megkértem a vendégeket, hogy mindenki hozzon magával egy kedvenc verset, verses kötetet, és most meg is fogjuk hallgatni az elsőt, mégpedig Csutak Réka fogja nekünk részletben felolvasni Szilágyi Domokosnak a Voltunk Amerikában című versét. Először megkérdezném, hogy miért pont ezt választottad, illetve bizonyára annak a könyvnek is van egy kis történet. Igen, igen. Én Szilágyi Domokossal három-négy éves koromban kerültem, szüleim révén kapcsolatba egy szósz. Mert hogy én nem tudtam, hogy mekkora költő, ugye abban három-négy évesen nem tudja az ember. Körülbelül 2-3 évig, ha például nyaraltunk, akkor megjelent egy bácsi, és emlékszem, hogy spórolni kellett, én adottam édesanyába, a testvérem aludt édesapámon, és akkor Szilágyi Domokos így a két ágy között egy matracon leugrott hozzánk éppen, hogy egy kicsit beszélgessenek a szüleimmel, akik egyébként orvosok voltak, akkor Magyar Lásposon, később Szatmára kerültek, amikor a kapcsolat egy kicsit meglazult a távolság miatt is. És arra emlékszem, hogy verses meséket, valami ilyesmit talált ki nekem ott a tengerparton, és azt utána vissza kellett neki mondjam. És egyébként arra emlékszem, hogy hatalmasakat kacagott, nem volt egy nevetős ember, azon, hogy mindig úgy fejeztem be, ugye az a vége a mesének, hogy te az enyém, én a tiéd, ások kapas a nagy harapság. Mindig úgy fejeztem be, hogy én az enyém, te a tiéd. Akkor hát kacogos minden, és nem értettem, hogy hol tévedek, és mondd el még egyszer, és megint elmondom, még mindig nem értettem, hogy mi a baja, és akkor azt mondta, hogy itt van a világ baja elásva. és ez nekem ez az mondat megmaradt, utána hosszú szünet, mert hát, és később derült ki, amikor meg ilyen pak valóságos ilyen stósz leveleket találtam meg egyszer, és nézem, Szilágyi Domi, és ki ez, kérdem a szüleimet, hát Szilágyi Domokos, na így szerettem bele másodjára, és akkor már a verseit is olvastam. A költészet ezek szerint testet öltött, szó szerint nálatok. Szilágyi Domokos, Bartók Amerikában. Milyen széles az óceán, annak, ki hazagondol. És rossz ír számára, mi rövid az út. S százszor jajab annak, ki már-már gondolkodni se tud a gondtól, jaj, neked húsvér idegen. Szerves gép itt az ember. Próbáld szeretni. Hisz mégis az a dolgod, nem kilóra miért szerelemne. Hova vetemettél? Hova vetemettél? Szivárvány havasról tűzre te vettettél, hamuvá vedlettél, mint jó rádúj Péter szömemönyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka. Ifjú rádúj Péter szömemönyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka.
meghallani, mint fordulván csikorog a föld. Ébredni fáj. Valahogy nyűszít egy állat. Meghallani a lélek ultrahangjait. Szétrugdosni a valóság határait, hogy minden többet cippanthassunk a lehetőségek levegőjéből, és közben ne feledjük, hogy a feledékenység a jövő halála. Fába faragott fájdalom. Kőbe kalapált gyűlölet. Allegro barbaro jelen. Polifon álomó jövő. Rezdő végig a megismeréstől a fölismerésig a céltudatos húrokon. Rezdő végig a végestől a végtelenségig, tudatos, észszerű varázs, mert csak az igaz, ami végtelen. Minden véges. Megalkovás. Értetlenül én hal ki az érzelmek dialektikájához. Nem ért? Sajnálhatod a hímnős fajokat, kettős, tehát kettőzött magányukért, kik sose tudják fölfogni, hogy az élet a reménytelenül szeretett egymásra utaltság, és az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája a szeretet. Erna, téged is megkérdeznélek, hogy hozzád miért állnak közel a versek? Volt-e valaki, aki megszerettette veled akár a könyveket, ugye könyvesbolt vezető lettél, akár a költészetet, mint olyat? Hát a könyvek szeretete az a szülőktől jön, édesapámtól. Ő egy igen tekintélyes könyvtárat örökölt az édesapjától, és aztán ezt továbbadta. De igazából ez így adódott, tehát nem kaptam én egy sokkal különlegesebb indítatást ilyen téren, mint mások. Egész egyszerűen találkozott az érdeklődés, találkozott az élet, így mondjam azt. Nem mondhatom azt, hogy jobban szeretem a verseket, mint egy más műfajt. Én szerintem a versekre meg kell érni, és egy külön lelki állapot kell ahhoz, hogy élvezni tudja az ember a verseket. Tehát az nálam most nem működik, hogy csak úgy leveszek egy kötetet a polcról, és akkor én most verseket fogok olvasni. Kell hozzá egy lelki állapot, kell hozzá egy lelki megnyugvás, és akkor igen. Tehát akkor nem csak vers van, nem csak szövegtest van, hanem befogadó is van. És akkor létrejön a kapcsolat kettőnk között. Igen, ez valóban sokat számít, hogyha könyvek vesznek körül már gyerekkorunktól kezdve. Ez így volt nálad is, Melinda? Hát igen, tehát én is nagyon-nagyon szerettem olvasni kiskoromtól, én kicsit ilyen autodidakta módon, hogy tanulás helyett azért jobb volt olvasni, és hát inkább tehát a regények, meg a novellák, meg inkább az epika felől közeledtem az irodalomhoz, és aztán annyira beleszerettem, hogy most már úgy egészében minden estől nagyon szeretem, de én se tudom kitüntetni egyik műnemet a másikkal szemben, tehát pont annyira szeretem a drámát, az epikát, és természetesen a lírát is. Nagyon jól megfogalmaztátok, hogy egy lelki állapot kell ahhoz, hogy az ember a napi rohanás után megálljon, és egy könyvet a kezébe vegyen, és tényleg valóságosan odafigyeljen a szövegre. Most arra kérdeznék rá, hogy ha ez megtörténik nálatok, akkor ki az a kedvenc költő? Melyik az a kedvenc verses kötet? Az a kedvenc vers, amit akár százszor is végighallgatnátok, mert megunhatatlan. Már nekem van több is, több egy kapásból négyet tudnék mondani, mondjuk Catullus, itt el is hoztam. Ezt pont ezzel két nappal felütöm, és egyszerűen szeretem olvasni. Catullus, Vion, Gida és Adi. Van olyan, hogy egy bizonyos korszakot szerettek, vagy egy bizonyos témát, ami megjelenik a versekben, mert hogy talán ez is kedvencé tud tenni egy-egy versort például. Hát nyilvánvalóan, hogy azért a 20. század azt hiszem, hogy mindannyiunkhoz közelebb áll, de ugyanúgy azért egy Pannonius versér is lehet lelkesedni, vagy Vionér, aki ugye megint azt az életérzést szólaltatja meg, ami ott van József Attilán, ott van Faludinál, tehát hogy a művészet az gyakorlatilag örök értékekről szól, tehát nem kötődik föltétlenül korhoz. Nekem nincs kedvenc költőm, nincs kedvenc kötetem.
Mert én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én csemegézek, és folyamatosan csemegézek, és folyamatosan keresem az újat, és mindig újjal találkozom, tehát az éppen elolvasott, ami tetszik, az az éppen aktuális kedvenc. Gondolom, hogy nálad az is jelen van, hogy szinte minden könyvet, ami a boltba beérkezik, valamilyen szinten átnézel, vagy utánolvasol. Igen, hát mindegyik a kezembe kerül, és mindegyikről véleményt kell alkotni, sajnos nem jut mindegyikre annyi idő, amennyit az ember szeretne. És ugye ez egy felületes áttekintés, ami nagyon gyakran hibás, de bizony, hogy van olyan író, költő, amelyik úgy megragadja a figyelmemet, a fantáziámat, tehát úgy utánrendelek még 2-3 kötetet tőle, utána olvasok, megnézem, hogy mint. Ez az egyik út, és a másik út, amikor valaki bejön, konkrétan valamit keres, ez számunkra ismeretlen, és akkor utána nézünk, utána olvasunk, és egy kicsit kutatunk utána. Akkor hallgassunk meg még egy verset, Vékó Feredna, Szabó T. Anna a Leghosszabb nap című versét fogja nekünk felolvasni. A leghosszabb nap. Eleven az erdő, áltában mozog, pumpál és feszül. Háncs és fatestben fölleliftezik a szintelen vér. Siseg és bozsog az égszagulomb, a földszín avar, a lélegzőtér mozgó sejtjei rendelt rendszerint éltetnek és ölnek. Dobogva futni lefelé a hegyről, a levegő lágy gyantájában, harsány madárzenében, karcsapkodva úszni a zöld esőben repülés helyett, szikla, gyökér, lapuló élteit puhává tompítja a lendület, az egész erdő vibrál és dobog, véráramában surrog a futás. Senki vagyok és mindenki vagyok, vagyok a botlás és a zuhanás, a felhorzsolt bőlt nyalni, földíző és vérízű, az ég tovább forog, lomban a ringás, forró szédülés, lehúz a föld, a könnyűség sajog. Később az eső, bizsereg a víz, bő patakokban lerohan a lejtőn, a repülés és zuhanás után a futás vágya sodorja tovább. Tajtékosan fut, és elevenen dől. Lehajolok. Az ujjaim körül örvényeket vet. Vinne engem is, viszi az útjába tett köveket. Mozgás megint, és dobogás megint. Dagad és árad, surrog és sodor. Sáros, erdőszagú és égszagú. Nem ismer botlást, sajgás, zuhanást. Old, öl és éltet. Nem tűr semmi súlyt. A nap megint. A tér a fák között, aszfaltos út és gőzölő meleg. Száll fel a pára, száll a könnyű víz, irizáló fénysejmek lengenek. Miért ezt a verset választottad? Nagyon hosszú ideje, pontosabban egy éve én elég gyakran elolvasom ezt a verset. Akaratomon kívül egy hosszabb kényszerpihenőre kényszerültem, ami az én örökmozgó lényemnek egy tragédia volt, és nagyon hiányoztak a kirándulások, nagyon hiányzott a természet. És én ebben a versben találtam meg azt, ami nekem a hétvégeken hiányzik, és így próbáltam pótolni azt, ameddig megint nem tudtam menni. Érdekes, hogy a vers számodra életté vált, és én tulajdonképpen ebben a műsorban ezt szerettem volna nagyon hangsúlyozni, hogy mindannyiunknak élők ezek a versek, nem? Tehát bizonyos szinten a húsunkba vág egy-egy sor. És az van a kérdésem, hogy akár személyesen is, ahogyan Erna is elmondta, hogyan jelenik meg a vers a mindennapjaitokban? Hát, hogyha rám nézel, én szinte minden nap találkozom vele tanárként is, és hát ugye most már elég régóta a pályán vagyok, már a 25 év is elmúlt, és a gyerekek mindig csodálkoznak, hogy tud a tanárnő úgy lelkesedni.
És mindig mondom, hogy hát azért, mert hogy egy igazi műalkotás az gyakorlatilag kimeríthetetlen, és hogy mi is változunk, és én szinte minden alkalommal, amikor kézbe veszem akár egy lírai verset, akár egy epikus művet, tehát hogy mindig valami más látok meg benne, és mindig azt mondom, hogy hát ezt most csak abba hagyjuk, mert hogy befejezni meg kimeríteni nem lehet. Válaszoltál is a kérdésemre, ami közben felvetődött, hogy hozhatnak-e újat ezek a versek, mert számodra legalábbis ugye, aki minden nap ezzel foglalkozol. Bár megemlítetted már részben, hogy mennyire személyessé vált számodra a költészet Szilágyi Domokoson keresztül, de talán az, hogy hogyan él a mindennapokban, az még megérne egy misét. Nem is minden nap, de majdnem minden nap olvasunk verset, vagy ha találok valami érdekeset, akkor hangosan felolvasom Zsoltnak, vagy ha ő talál szintén. Ilyeneket is csinálunk, hogy nálunk úgy szamost lehet rekeszteni a kövekkel, az érdekes kövekkel, amit hazahoznak a gyermekek, és arra például pont egy vörös idézetet, egyet gondol Zsolt, hogy mi éppen esős nap volt, mit csináljunk, és akkor a kövekre egy vörös idézetet. Például ez se lehet egy utolsó dolog, mondjuk a sétatéren mindenkitől kérünk egy követ, és tegye le oda mondjuk a tó környékére. Én meg úgy gondolom, hogy ez kétféleképpen lehet. Az egyik, amit tényleg próbálkozunk, amikor csak lehetőség van rá, tehát, hogy összeállítani a versműsorokat, és a gyerekek nagyon-nagyon szeretik. Tehát utoljára pont 2005-ben volt egy József Attila műsorunk, ami tényleg kiválóan sikerült, és meghívtak a bölcsészkarra is, és ott is előadtuk, mert volt egy József Attila konferencia 2005-ben, és tényleg nagyon szerették, és hogy lazán, és tényleg az volt a lényeg, hogy mondják, nem, tehát hogy olvashatták, és mozoghattak, és akkor kitaláltuk, hogy mondják. Tehát hogy ez az egyik, hogy tényleg találkozzanak a versekkel, és legyen számukra élmény. És a másik az pedig a kreativitás fejlesztés, ezt a kicsiknél gyakorolom, most már tanítok kicsiket is, és tehát így 5-8 osztályosokat, és akkor őket kérem meg, hogy írjanak. Tényleg szereplők jellemzése és versben, és mondom, hogy lehet dallamra, vagy tehát, hogy ő magának, tehát neki legyen, és hihetetlen, hogy mennyire tehetséges. Mély urokat pengedtél bennem, mert számomra is ez az egyik maradandó élmény, hogy licista koromban ilyesfajta műsorokat hoztunk létre, verses műsorokat, és számomra így maradtak meg igazán a versek, verssorok. És akkor most meg is kérnélek befejezésül, hogy az említett József Attilától olvas fel egy verset, mégpedig a Csendes estéli Zsoltárt, vagy legalábbis részletek. Ó, Uram, nem bírom rímbe kovácsolni dicsőségedet. Egyszerű ajakkal mondom Zsoltáromat. De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam. Tudom, hogy zöldel a fű, de nem értem, minek zöldel, meg kinek zöldel. Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a száját fogja megégetni a szám. Hallom, hogy fú a szél, de nem tudom, minek fú, mikor én szomorú vagyok. De ne figyelmezz szavamra, ha nem tetszik neked. Csak egyszerűen, primitíven szeretném most neked elmondani, hogy én is vagyok, és itt vagyok, és csodállak, de nem értelek. Mert neked nincs szükséged a mi csodálásunkra, meg zsoltárolásunkra. Mert sértik füledet talán a zajos és örökös könyörgések. Mert más se tudunk, csak könyörögni, meg alászkodni, meg kérni. Egyszerű rabszolgád vagyok, akit odaajándékozhatsz a pokolnak is. Határtalan a birodalmad, és hatalmas vagy, meg erős, meg örök. Ó, Uram, ajándékozz meg csekéke magammal engem. De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam. Köszönöm ezt a megható végszót, és azt is, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Kedves nézőink, reméljük, hogy beszélgetésünkkel önökben is felidéztük kedvenc verseik sorait, kedvenc költőik emlékét, és azt kívánom, hogy a költészet varázslatos szavai töltsék be mindennapjaikat. A viszontlátásra!